A Magyar Közút YouTube csatornáján megtekinthető az a közel fél perces videó, amely bemutatja a kátyúk kialakulásának folyamatát. A cég szakemberei a téli időszakban is folyamatosan végzik a javítási munkákat. A napokban a Békés Csaba Szabadkígyós közötti szakaszon folynak a kátyúzási munkák. Itt a meglévő, bontott aszfalton újrahasznosító technológiát alkalmaznak. Némi bitumen hozzáadásával újra melegítik ezt, és így javítják a burkolat hibáit. Ez viszonylag tartósnak mondható, azt azért tudni kell, hogy a téli időszakban különösen a csapadékos és a nagyon hideg időszakban azért nagyon nehéz tartós javításokat végezni. Erre igazán nincsenek is megfelelő anyagaink. A legtartósabb és a legstabilabb javítást a melegaszfaltos technológia biztosítja, amelyet télen sajnos nem áll módunk használni, mivel a keverőtelepek nem működnek. Várhatóan március elején, legkésőbb április elején fognak beindulni, és onnan tudunk igazán tartós burkolatjavításokat végezni. Az elmúlt időszak rendkívül csapadékos, változékony és szélsőséges időjárása, a fagyási és olvadási ciklusok gyakori váltokozása az országos közutakon is kedvezett a burkolathibák kialakulásának. Ebben az időszakban az újrahasznosítás mellett a hidegaszfaltos technológiát szokták alkalmazni. Ennek a hidegaszfaltnak az a tulajdonsága, hogy tárolható, bedolgozása ugyanúgy történik, mint tulajdonképpen a meleganyagnak, csak van egy olyan tulajdonság, hogy ez után tömörödik a forgalom hatására. És amennyiben az időjárás közben eső esik, vagy csapadék, vagy egyéb nedvesség keletkezik a burkolaton, pára lecsapódás, és bejut ebbe a még nem teljesen összetömörödött aszfaltba, ilyenkor a leggondosabb munkavégzés mellett is előfordulhat, hogy bizonyos kifordulások, a kerekek forgalom hatására kijönnek a kátyúk. De sajnos, mivel tél végén keletkezik a legtöbb kátyú, ezért nekünk folyamatosan biztosítani kell a balesetmentes közlekedést, ezért ilyenkor ezeket az aszfaltokat használjuk. A beavatkozások első körében a gyorsforgalmi utakon, majd a fő, végül a mellék és bekötő utakon zajlanak előzetes ütemtervek alapján. Azokon a helyeken, ahol egyenlőre nem tudnak beavatkozni, ott táblázással hívják fel a közlekedők figyelmét a burkolathibákra. A Magyar Közútnál rendszeres útellenőrzési szolgálat működik. 28 napos ciklusban folyamatosan ellenőrzik az úthálózatot. Az ő általuk, illetve a művezetők által feltérképezett burkolathibákat javítják. Elsősorban a nagyobb forgalmú utakon végeznek felújítási munkálatokat, hiszen ott a szintidők sokkal szigorúbbak. Egy kátyú kijavítása fél óra és egy óra között van. Kivágják a sérült területet, hogy sarkos legyen, hogy sokkal stabilabban tudják bedolgozni. Ezt követően kitisztítják, egy emulziós anyaggal lekenik, bekerül a kátyúzó anyag, letömörítik, majd az éleket kiöntik, ezzel is megakadályozva, hogy víz kerüljön bele.